Szanaszott elnök úr, miniszterelnök úr! A koronavírus járvány egyértelműen rámutatott arra, hogy a magyar gazdaság nem fenntartható és nem válságálló. Sok tízezren veszítették el a munkájukat, jövedelem nélkül maradva. A járvány tanulságaként ki lehet mondani, hogy nem lehet ugyanott folytatni, ahol a járvány előtt abba hagytuk. Az Európai Unió kidolgozott egy zöld újjáépítési programot, ami nem csak munkahelyeket teremt, hanem abba az irányba építi a gazdaságot, amelyik kevésbé környezetszennyező, amelyik környezet, természet és klímabarát, amelyik az emberek életminőségét helyezi a középpontba. Sok tízezer munkahelyet lehetne teremteni ennek a programnak a mentén, a megújuló energiatermelés fejlesztésével, a kis teljesítményű naperőművek, napkollektorok gyártásával, felszerelésével, a lakóépületek energetikai korszerűsítésével, a közösségi közlekedés fejlesztésével, vagy például az élelmiszer önellátás megerősítésével. Önök ettől mégis elzárkóznak, annak ellenére, hogy ön az év elején meghirdette a kormány klíma- és természetvédelmi akciótervét. 17 Európai Uniós környezetvédelmi miniszter nyílt levélben szólította fel azokat az országokat, akik kicsit húzódkodnak a zöld újjáépítési programtól, hogy támogassák, de sajnos megtudtuk azt az ITM államtitkárától, hogy Magyarország nem áll a program mellé. Szeretném megkérdezni öntől, hogy miért, ráadásul, hogyha ezt elutasítjuk, akkor sok milliárdos Európai Uniós támogatástól fogunk keresni. A másik kérdésem az egyszerhasználatos műanyagok betiltását célzó törvényjavaslatra vonatkozik. Miért vonták vissza? Erre eddig érdemi választ nem kaptunk. Múlt héten benyújtottam az önök által visszavont javaslatot. Szeretném megkérdezni, van rá esély, miniszterelnök úr, hogy mégis támogatják ezt a törvénytervezetet? Köszönöm, tisztelt országgyűlés, megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Parancsolj, miniszterelnök úr! Az őszinte és egyenes válasz az, hogy nincs. Egész pontosan most nincsen. Ha hosszabban is kifejtetem, akkor a következőket szeretném mondani önnek. Egy zárójeles megjegyzést azért még előtte engedjen meg. Könnyen csúsznak ki súlyos mondatok az ellenzéki képviselőtársaimnak a száján. Én javaslom, hogy ha lehet, akkor legyenek körültekintőbbek. Tehát itt van például az ön mondata, amit most írhattam föl, hogy százezerek maradnak jövedelem nélkül. De senki sem marad jövedelem nélkül Magyarországon. Ha valaki elveszti az állását, 3 hónapig kap munkanélküli segélyt. Ha 3 hónapi munkanélküli segély után nem talál állást, akkor maradhat otthon és kap jövedelempótló támogatást. Ezt nem nagyon javasoljuk, mert ez rendkívül csekély. De ha nem ezt választja, és nem talál állást a piacon, akkor eljöhet az államhoz, és az állam több lehetőséget is kínál neki, hiszen éppen meghirdettünk egy állami munkahelyteremtési programot, aminek része a közmunka, de része a toborzás, és része még sok minden más is. Tehát szeretném jelezni, hogyha valaki elveszti az állását, 3 hónapig munkanélküli segélyen van, és nem tudott visszavenni dolgozni, nem marad jövedelem nélkül egyetlen ember sem, aki hozzánk fordul. Fontos, aki hozzánk fordul, tehát aki jön, annak segíteni fogunk. Különböző, változatos lehetőségeket kínálunk föl, de mindenkinek segíteni fogunk. Ami a zöld kérdést illeti, köszönöm, hogy megemlítette, hogy a kormány a klíma- és természetvédelmi akciótervet meghirdette. Ebből is látszik, hogy nem zárkózunk el mi semmitől, sőt, elkötelezett vagyok, hogy azt végre is hajtjuk. Persze az atomenergiával együtt, ami közöttünk egy régi vita. Az egyszer használatos műanyag termékekre vonatkozó azonnali tiltást valóban vissza kellett vonnunk, aminek az az oka, hogy hiába folytattunk iparági egyeztetéseket, nem találtunk egyelőre olyan megoldást, hogy az emiatt bezáró kis és közepes vállalkozó cégeknek értelmes vállalkozási lehetőséget tudtunk volna ajánlani a piacon, és el kellett volna bocsátaniuk több száz embert röviden. Ha tehát ezt most úgy, ahogy beterjesztettük, legjobb szándékok szerint végre is hajtottuk volna, több száz ember vesztette volna el a munkáját. Ezért időt kérek, hogy ezekkel a cégekkel tárgyalni tudjunk, hogy lássuk, hogy mikor és hogyan lehet kivezetni az egyszer használatos műanyag eszközöket a piacról. Köszönöm a megértést! Megköszönöm miniszterelnök úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót. Ön parancsol. Mi azt gondoljuk, hogy a közmunkaprogram az nem megoldás. Akik a közmunkába be fognak lépni, 100 000 munkája, amit önök megígértek, gyakorlatilag annyira kevés jövedelmet fognak kapni, hogy 60-65 000 forint nettóból egyszerűen nem lehet megélni.
köztük is sok olyan van, aki családot tart el, rezsit fizetni, gyerekeket, iskolát, nem akarom sorolni, ebből nem lehet megélni, ez nem megoldás. Miniszterelnök úr nem válaszolt nekem arra, hogy rengeteg, tehát tényleg sok tízezer munkahelyet lehetne teremteni épületenergetikai korszerűsítéssel, szigeteléssel, kis teljesítményű napelemek, napkollektorok gyártásával, felszerelésével sok-sok munkahelyet teremtene, és ez tisztes piaci viszonyok alapján is lehetne. Tehát erre szeretnék konkrétan választ kapni miniszterelnök úrtól. A másik pedig az, hogy azért elég hosszú ideig készítették elő ezt a műanyagos, egyszerhasználatos műanyagok betiltását célú törvényjavaslatot. Két héttel ezelőtt, amikor benyújtották, akkor is kellett volna tudni, hogy ezzel gondok vannak. Tehát önök benyújtották, és aztán visszavonták. Én kérem miniszterelnök urat, támogassák az általam megismételt önök javaslatát. Tisztelt Országgyűlés, viszontválasz illeti meg miniszterelnök urat, parancsolj miniszterelnök urat. Három dologra kellene egy percen belül válaszolnom. Az első, hogy amikor ön a zöld politika segítségével létrehozható munkahelyekről beszél, akkor becsukom a szemem, akkor Palkovics miniszter urat látom magam előtt, mert ő is pont ilyeneket szokott mondani, és ilyen programokat terjeszt a kormány elé, és azokat meg is szoktuk szavazni, tehát én abban a tudatban vagyok, hogy amiket ön követel rajtunk, annak a végrehajtása az Palkovics miniszter úr minisztériumában az történik. Abban önnek igaza van, hogy nem kellett volna benyújtanunk azt a javaslatot, csak hát egy hosszú terv szerint dolgozik a kormány, és így adjuk be a javaslatokat. Azt időben észre kellett volna vennem, hogy nem kell benyújtani, mert beütött a járvány, és amit kibír a gazdaság nem járványos időkben, az sajnos nem bírja ki járvány idején, ezért benyújtottuk, és vissza kellett vonni. Ami a közmunkát illeti, ott azt tudom mondani önnek, hogy ez egy régi vita. Ne, ön egy szociálisan érzékeny asszony, amennyire én a hozzászólásaira visszatudok emlékezni. Kérem, hogy ne menjen el szó nélkül amellett a tény mellett, hogy 2010-ben, amikor meghirdettük a munkaalapú gazdaságot, akkor 230 ezer ember volt közmunkán, és a közmunka segítségével visszatudtuk őket vezetni a munkaerőpiacra, ezért ma csak 85 ezer ember van. Ez azt jelenti, hogy kb. 150 ezer ember tudtunk a közmunka segítségével visszavinni a munkaerőpiac világába. Szerintem ez komoly eredmény, ugyanúgy ellenzék és kormánypárti jog, de azért elismerhetné ezt is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt ország!